Köszöntöm a rájátszás mai adásának nézőit. Mindkét felnőtt labdarúgó csapatunk számára véget ért az ősz. Az utolsó mérkőzések eredményei mellett fél év értékelésre kértük a megyei egyes gárda vezetőedzőit. De lesz még szó asztaliteniszről, kézilabdáról és futásról is. Lássuk a részleteket! Hazai pályán zárta az őszt a megyei harmadosztályú labdarúgó csapatunk. A HSE 2 és a Nyírábrány összecsapása összesen 20 gólt hozott. A HSE 2 egy vereséggel a háta mögött érkezett az őszi zárásra. Az egy héttel korábban Hajdú Sámsonban elszenvedett vereség több mint fájó volt. Együttesünk ugyanis elveszítette azt a célját, hogy veretlenül legyen bajnok. Volt azonban egy másik célkitűzése is a csapatnak. Szerették volna 100 rúgott góllal zárni az őszt Mezei Józsefék. Ehhez a Nyírábrány ellen 13 gólra volt szükség. Nem kevés, pláne úgy, hogy eddig a legtöbb 11 rúgott gól volt az ősszel. A tétnek megfelelő hozzáállással kezdett csapatunk. Szinte minden helyzetből eljutott az ellenfél kapuja elé. A legtöbb esetben góllal sikerült zárni az akciókat. A HSE 2 végül 18-2-re nyert, tehát a 100-as álomhatárt még át is lépte együttesünk. Labdarúgóink közül Gönczi Tibor 5, míg Dér István 4 találatig jutott. De Pongor Sándor is mesterhármassal zárt. Mezei József, Kunkli Zsolt és Ceglédi László duplázni tudott. A HSE 2 előnye a téli szünetre 11 pont, a második helyen álló Hajdú Bagos előtt. A HSE a harmadik helyen zárta a megyei első osztályú pontvadászat őszi szezonját. A csapat az utolsó fordulóban 3-1-re nyert Balmazújvároson. A HSE góljait Bútor Csaba, Olá Zoltán és Mester Márk szerezték. A három pontra feltétlen szüksége volt együttesünknek, ezzel biztosították be a dobogós helyüket. A HSE megyei első osztályú labdarúgói számára tehát győzelemmel ért véget az ősz. A fél éves értékelésre László Rihárdot, a csapat vezetőedzőjét kértük fel. László Rihárd a nyáron vette át a HSE vezetőedzői posztját. Nagy reményekkel vágott bele a munkába, elképzelései szerint a dobogóra várta a csapatot. Az első forduló sikere ellenére a hatodik játéknapig mégsem úgy mentek a dolgok, ahogy szerette volna. Megmondom őszintén, nagyon sokat agonizáltam akkor végig, a hatodik fordulóig inkább így mondanám, mert addig nem igazán sikerült úgy azokat a célokat és terveket és reményeket elérni, amiket én is kitűztem, és az Egyesület is, és a vezetőség felém. Hát biztos mondhatom azt, hogy lehet, és most így utólag inkább úgy gondolom, hogy azért nem egy egyszerű belülről is irányítani a csapatot. Voltak hibáztam is biztos, alá is írom. Meg pár hónap alatt nem biztos, hogy azt a játék stílust, játék szituációkat, meg az én taktikámat úgy át tudta venni azt a csapat, amit én akartam rájuk erőltetni. A hatodik forduló után elindult a csapat fölfelé. Ehhez kellett a bizalom is a vezetőség részéről, amely nem rövid távra szól. Abba bíztam, hogy a elvégzett munka, amit elvégeztünk a nyári felkészülésen és folyamatosan egész évben, ki fog jönni. Mondjuk ehhez kellettek a vezetőség nyugtató szavai is, mert én is eléggé bepánik voltam, elmondom az őszintét, mert mint az edzőmeccsek által és mint az első mérkőzés után azt a jó erőből álló Hajdúnálást győztük le, akit mindenki esélyesnek tartott, vagy esélyesnek tartott az első háromba. De még egyszer a vezetőség minden teljes szélességgel mellettem állt, és ez nagy megnyugvást jelentett, és utána hála Istennek jöttek az eredmények, egyre magabiztosabban játszottunk. Az első fordulókban sem a mutatott játékkal volt gond, hanem a gólszerzéssel. Én úgy gondolom, a játékunkkal nem volt probléma, csak a góllövéssel, és ezt sajnos arra játszák focit, és nekik ez nem sikerült. Most lehet oka, hogy csatár poszton nem igazán vagyunk erősek. Kimondva, kimondatlanul, tehát 3-4 csatár, mindig így szoktam fogalmazni, nekünk nem egy csatárunk van, hanem egy ilyen 75%-os csatárunk, mert a Kálmán Zolik NBA-ban jobb hátvéd volt, őt számítok a csatárnak, és így nehéz futballozni, én azt mondom, de sikerült, hála Istennek, azt mondom, hogy megtaláltunk minden taktikai, technikai elemet arra, kidolgoztam, úgyhogy utána csak beérett a sikerre. A kezdeti beragadás tanácstalansággal járt. Az edzésmunkát elvégezték, mégsem akartak jönni az eredmények.
nem is pánikot, hanem ők is keresték magukba, és persze beszédtéma volt az öltözőben, én meg úgy, hogy ott vagyok velük teljes közelbe, hallottam akarva akaratlanul. Keresték, hogy miért, mi lehet, kérdezgették tőlem is, egymástól is, hogy mi lehet az oka. Senki se tudta, mert mindenki magával nézve tudta, hogy becsületes munkát, én azt mondom, megyei szinten átlagban 15-14 játékossal tudok edzeni, jó hozzáállással, úgy gondolom megfelelő infrastruktúra volt nyáron, ezt hozzá kell tennem nyáron ahhoz, hogy el tudjam végezni normálisan azt a munkát, amit terveztünk, és nem értettük, hogy miért nem. Főleg az első forduló után voltak ez azok is, hogy kimaradt a másik forduló, de az, és lehet ez nekünk egy kicsit a lendületünkből visszatért, hogy ők nem tudtunk másfordulóval játszani, a harmadik forduló. Voltak ilyen gondolatok, utána ugyanúgy előjött a csatárkérdés, mert sok csapat ellenünk, és 90%-ot defenzív focit játszott, hogy visszajárt a saját térfelére, és még nem tudtunk velük úgy kezdeni. Úgyhogy voltak ilyen hangok, hát azt mondom, hogy tényleg még egyszer csak ismételni tudom, hogy kikerültünk belőle, de nem nagyon láttam a játékosokon azt a pánik hangulatot, inkább azt nem mondom, hogy pánik, mondom, keresték ők, és álló Istennek, jó, vették ezt az akadályt, és hogy keresték, és ők is segíteni akartak ebbe. Az ősz végére aztán csak meglett az áhított dobogó. 9 mérkőzésen maradt zsinórban veretten a gárda, és már csak 7 pont a hátránya a lista vezetőhöz képest. Adódik a kérdés, lesz-e még feljebb? Én rajtam múlva, én mennék mindig előre. De most ezt nem is tagadom itt. A héten fogok pont a vezetőség elejönni, hogy mik, hogy legyenek tovább idézőjelben nem velem kapcsolatban, mert én szeretnék nekik egy csatát igazolni. Én azt mondom, tudok egy csatát igazolni, akkor nem elérhetetlen a feljebb lépés. Akár másik, akár első, de lehet akkor is harmadikok leszünk, de abban biztos vagyok, ha egy csatát tudunk igazolni, akkor igen. De mondom, így nem akarok ebből még nagyon mit mondani, mert még nem beszéltem a vezetőkkel ezáltal. A feljebb lépéshez persze kell egy jó alapozás is. Ezzel a mester szerint nem lehet probléma. Január első hetében már munkába fognak állni. De még karácsonyig sem állnak le teljesen. Abban biztos vagyok, a téli felkészüléssel nem lesz probléma, sőt, mert a fiúknak már megosztottam, mikor kezdünk, és nem igazán érveltek nekik. Ezzel a szófordulóra fogalmaztak, hogy még a lopisa fog akkor elkezdeni edzeni, hát nem tudom, január 6-án szeretném elkezdeni. Én már így a fejemben megvannak a dolgok, sőt, már papírra is vetettem egy pár hetet előre. Ha az elvizet munka behozza úgymond gyümölcsét, én szerintem nem lesz probléma. Ezt a hetet, vagyis novembert végül a heti 2, decemberben heti 1 alkalommal találkozom, nem teszem idézőjelek kötelezővé, ifi felnőtt együtt kijövünk, jó ízőt játszunk, utána beszélgetünk egyet, akinek van kedve. Én így tervezem, kispás tornákra, aki akar elmehet, nem tiltom meg, miért is tiltanám, legalább mozognak, mert a sérülés veszély bennem, a sajnos azt mondtam, hogy magára vessem, most nem tudok mit tenni vele. És utána mondtam a fiúknak, hogy még most lesz jövő hét vége fele egy záróvacsora, pontos időpontot nem tudok, ott úgy is elmondják a vezetők is, mint hogy lesz tovább. De mondom, én abban maradtunk, január 6-án találkozunk itt 4 órakor. A 8. fordulóban újra hazai pályán játszhatott az MB3-as hajdúszoboszlói asztali teniszklub. Az élmezőnyhöz tartozó Nyírmada ellen azonban nem sok esély volt a győzelemre. Egy hónapja nem játszott hazai pályán a hajdúszoboszlói asztali teniszklub. Akkor az 5. fordulóban a Vámospért nyert a Kossuth utcai tornateremben. A 6. fordulóban szabadnapos volt együttesünk, míg egy hete játékosaink döntetlent játszottak Szolnokon. Szóval felemás előjelekkel várták a Nyírmada elleni mérkőzésüket. A párosoknál még semmi nem tűnt eldőltnek. Boros István és Bertli István ugyan kikapott, de Takács Zoltán és Holban Géla megnyert. Így egy-egyes állással kezdhették az egyéni mérkőzéseket a játékosok. Sajnos itt már kijött a táblázaton elfoglalt helyezésekből is látszó különbség a két gárda között. Bertli István mindegyik mérkőzésén kikapott. Egy-egy sikerig jutott Takács Zoltán és Holban Géla, de Boros István két sikere is kevés volt a pontszerzéshez. A vége tehát Hak Nyírmada 5-13. A vereséggel nem csúszott hátrébb a táblázaton csapatunk. Továbbra is a 9. Kelemen Józsefék. Ezen a héten idegenben lehet javítani. A Hortobágy vendégeként szombat délelőtt állhatnak asztalhoz játékosaink.
NB2-es férfi kéziseink továbbra sem találják győztes formájukat a bajnokságban. Juhász Károly együttese 20-11-es félidő után ezúttal 33-25-re kapott ki a Balmazővárostól. A hétvégi hazai folytatást az utolsó helyről várhatják. December 20-án kerül megrendezésre az első adventi futás. A BSI hajdúszoboszlói futónagykövete Szűcsné Sári Marian főszervező tájékoztatása szerint délelőtt 10 órakor kezdődik a futás, amelyen mindenki számára kínálnak kihívásokat. A gyerekek részére 500 és 1000 méter a penzum, míg a felnőttek az 5 és a 10 kilométer mellett a félmaratoni vagy maratoni távot is lefuthatják, az uszodától startolva a fürdő körüli kerékpárúton kijelölt körfutópályán. A részletekről lehet érdeklődni a szervezőnél a 30-as, 599 1630-as telefonszámon. A hétvégén kézilabdát vagy sakkot tekinthetnek meg a sportszeretők. Az NB2-ben szombaton a sportházban fogadja a HKSK új kigyósi riválisát. A felnőttek délután 4-kor, a juniorok kora este 6-kor kezdenek. Vasárnap a hajdúszoboszlói sakkesen játszik csapatbajnokit idehaza. A Major Panzió és étterem külön termében délelőtt 10 órakor kezdődik a Sajóbábony elleni mérkőzése egyletünknek. A sporthírek végén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is!